egyszerre szépen jár. Belehalva veled nem lehet ős, majd álmodban kiobál. Üdvözlöm Önöket ebből a csodálatos kastélyos környezetből, ez itt a 7. Gödöllői Természetfilm Fesztivál, ami nemzetközi, a hangulat és a szellem pedig üdítő itt. De ez nem csak egy filmfesztivál, hanem természetvédelmi és környezetvédelmi fesztivál is egyben. És van itt rengeteg fotókiállítás is, mint például ez, én szeretem a kígyókat. De van itt trash art kiállítás is, vagyis az, hogy hogyan lesz egyszer csak hulladékból szobor. És itt van nekünk a Nemzeti Parkok hete is. És van itt még egy jó értelemben vett vásár, bucsú, vusli. Na, akkor kezdjük is. Szeretettel köszöntjük a 7. Nemzetközi Természetfilmfesztiválnak mai résztvevőit. Fővédnöknek, ez mint a hivatalnak, mint pedig magánszemélyként, miért fontos a fővédnökség egy ilyen fesztiválnál? Amikor az ötletet hallottam még, csak akkor is ezt egy jó, remek kezdeményezésnek gondoltam. Aztán láttam az elsőt, aztán a másodikat, minden évben itt voltam, és láttam, hogy hogyan bomlik ki ez a gondolat, hogyan jönnek újabb és újabb ötletek, ezek hogyan illeszkednek egymáshoz. A fővédnöknek mi a dolga? Az, hogy egyrészt lehetőség szerint a támogatást megszerezze, hogy meg lehessen csinálni egy ilyen kiállítást. Fölhívja a figyelmet arra, hogy van egy ilyen kiállítás, érdemes idejönni, élményt jelent ez gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mondok egy pár számot önöknek, hogy a filmszemléinkre több mint 2000 professzionális nevezés volt, 98 országból. Van egy nagyon kedvenc kísérőprogramunk, ugye a Trash Art Magyarország, amit itt is láthatnak. Most a Trash Artnál azt tűnt föl, hogy csak az élő világot ábrázoló, tehát élő lényeket, zömében egyébként emlősöket ábrázoló kiállítási tárgyakat láthattam. Méghozzá színvonalasakat, ötleteseket. 3 éve már nem csak filmszemlének, filmfesztiválnak hívjuk, hanem Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivállá nőtte ki magát. Ugye a gyerekek, a jövő nemzedéke, akikről tulajdonképpen az egész történet szól, hogy milyen lesz az ő világuk, milyen környezetben nőnek fel, lesz-e még nekik jó vízük, lesz-e még nekik egyébként megfelelő minőségű termőföldjük, tiszta lesz-e még a levegő, amit majd beszívhatnak a tüdejükbe. Tehát erről szól igazából, hogy fel kell tenni az ő érdeklődésüket, fel kell tenni az ő kíváncsiságukat, és nem utolsó sorban, már náluk is, de rajtuk keresztül a szüleik felé fel kell tenni a felelősségérzetüket. Ez már a 7., ugye? Gödöllői Nemzetközi Természet Film Fesztivál. És szerintem mi is 7-szer vagyunk már itt, ha jól számolom. Hány díjat kaptál? 2, de te is kaptál egyet. Egyet. Jó, de nem csak filmfesztivál. Nagyon sok civil kezdeményezés is itt van, egy ilyen jó értelemben vett wurslit látunk itt. Meg ilyen gyerekbarát dolgok, ami úgy látom, hogy a gyerekeket így közel akarják hozni ehhez az egyébként nem túl egyszerű gondolathoz, mert hogy ez egy komplex téma, amiről beszélünk. Ugye itt értékeket képviselünk azért, valljuk, hogy a természetvédelem és a környezetvédelem az érték, de itt vannak a petkupások, ami egy olyan szervezet, aminek nagyon hálás vagyok én például, mert sárospataki vagyok, és a Bodrogot rendszeresen megtisztítják. Viki! Hát sziasztok! Hello. Üdvözlünk titeket a Petkupa legújabb számánál, a műanyag műhelynél. Műanyag műhely, más néven Mümű. Bizony. Na, most végigmegyünk az egész folyamaton, ugye? Igen, megmutatom nektek. De úgy látom, egyébként népszerű. Ugye? Egész nap tele vagyunk gyerekekkel. Igen. Nem túlzok, több száz gyerek volt. Látom. Jó nagy káosz. Átverekedjük magunkat itt. Nos. Nos. Itt az ártérből hoztuk. Igen. Szóval mi ez itt szerintetek? Undorító eldobott műanyag flakon. Vagy másodlagos alapanyag. Másodlagos alapanyag. Szakmai nyelven. Két piros pontod van. Jó, de egyébként azt is mondhatnánk, hogy emberi gyarlóság van itt az asztalon. Így van. Igen. Mégpedig jó nagy halom. És most itt csak műanyag féléket, fajtákat láttuk, ugye hát azért nagyon cifra dolgokat szedünk ki sokszor a vízből, vagy éppen az ártérből. Hú, ez elég creepy.
Ők a horrorbabák, úgy ja, hívjuk őket, mindegyik ugyanígy néz ki. Veszi a felejtséget, elmegy egy folyóhoz és beledobja, vagy ezt hogy kell elképzelni? Hát igazából, ha látnátok Ukrajnában, hogy mi van, akkor mindent értenétek. Aha. Mert hogy ott teljesen természetes módon a folyópartra van lerakva, minden nem egy hulladék. Természetes hulladék elnyelő folyó? Hát, igen, így. Aha. Hát ugye elviszi a víz, nem volt, nincs kész, ami nincs. Nem az én dolgom, mert nem az én udvarom. Lemegy a Fekete-tenger, és visszajön Odesszába hozzájuk. Viszont itt ugye az a lényeg, itt van az az állomás, ahol egyáltalán megnézzük, hogy hány felé szelektálunk. Na jó, akkor itt válogattuk, Válogatunk, megtanuljuk a műanyagokat, és aztán elmegyünk a kettes állomásunkra. Na és itt megmutatjuk ugye, hogy egyrészt egyszer használatos a PET, és hogy nem egyszer kellene használnunk. Na és akkor itt tudtok darálni. Szeretnétek-e darálni? Hogy a viharban szeretnénk darálni? Ő a mi. Ha most óvisok lennétek, azt mondanám, hogy a tiszai krokodilunk. Egy kicsit azok vagyunk. Kupakot eszik, úgyhogy etessétek meg, légy szíves. Műműbe, kérlek, ezt hozzátok be. Bele lehet nyúlni, nagyon izgalmas az is, hogy milyen fogása van, még kicsit meleg. És a szemüveget nem le lehet venni, vagy ez végig rajta? Ez egy kicsit ilyen sejmes meleg érzés. Azt mondod? Aha. És akkor most már tudják a gyerekek azt, hogy hogyan szedjük ki, hogyan válogatjuk szét, mit hasznosíthatunk belőle újra. Megmossuk, ledaráljuk, visszük olvasztásra. 3, 2, 1. Hát itt vagyunk a Zsivásár kellős közepén. Búcsú! A búcsú közepén. De hogy ez a jó értelemben. Jó, hogy nem. Nincsen semmi rossz máj bennünk, ez a jó értelemben vett. És szerethető. Abszolút. És értéket képviselő búcsú. És azért is szerethető nagyon, mert itt van Juhász Árpi bácsi. Szia, Árpi bácsi! Szia, szia! Mindenki itt van! Mindenki itt van, aki számít. És hogy van még egyébként ugye a fesztivál mellett, hogy vannak itt filmek, ugye van a vásár, van minden, de van még a... Nemzeti parkoknak most van a hete, és kitelepültek ők is. És összesen hány nemzeti park is van Magyarországon? 10. Úgy, összesen 10. Fel tudnád sorolni? Persze, de előtte nézzük meg a Dunadrávát. Majd akkor kamerán kívül felsoroljuk. Sziasztok! 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 Itt a fertőhanságiak mennek el, nem tudom, miért lehet egy keveredni. De tényleg, ugye a nemzeti parkok között vannak ilyen feszkók, ezt meg kell kérdezni. Sziasztok! Sziasztok! Láttunk ilyen fertőhansági nemzeti parkosokat, ők csak is szabadon átjárhatnak, nincs ilyen rivalizálás. Egyébként viccelődtünk ezzel, hogy fertőhanság, Dunadráva, Őrségi Nemzeti Park, de most így névszem közt vagyunk. Robival mi erről sokat beszéltünk, hogy azért van egy kis rivalizálás, nem? A nemzeti parkos az ugyanannyit ér, mint az Őrségi Nemzeti Park. Meg a miénk az szebb, mint a tiétek. De nem, nincs ilyen. Nincs ilyen. Nem is nincs, tényleg nincs. És most van a Nemzeti Parkok hete. Így van. Az mit jelent? Hát ugye az lényegében egy egyhetes programsorozat, ami abból áll, hogy ugye az egy héten keresztül különböző programokat hirdetünk, és ez minden nemzeti parkra igaz, akár legyen ez barlangos program, vagy egyéb túrázás, tehát ugye lényegében ezek főleg ugye ilyenkor kedvezményt adunk, vagy esetleg van egy plusz vezetett túrák is vannak, így van, az is szokott lenni, így van. Jó, tök jó, figyelj csak, menjünk már oda. A kékvércsevédelemről nem akarsz egy kicsit? De, majd csak menjünk már oda, mert van egy nagyon érdekes dolog, ami már régen izgat, mert ahogy járkálok erdőn mezőn, mindig találok nyomokat, és annyira idegesít, hogy nem tudom soha, hogy mik azoknak, hogy nincs tudásom erről, viszont úgy néz ki, hogy van valami. Van, az biztos, valami az van. Az van. Látom, hogy borz, nyest. Borz, nyest, őz. Halló, szia. Norbi. Az. Üdv! Ez mi itt az Robi egész? Robi egy kicsit kíváncsi, mert hogy ő járja az erdőt, néha lát nyomokat. Módjával, és idegesít, hogy nem tudom, hogy nem tudja, hogy mi járkál előtte, mögötte, mellette. Pont erre a kíváncsiságra van szükségünk, mivel egy olyan applikációval érkeztünk, ami azt hivatott megismertetni, hogy az emberek felismerjék az applikáció által az ott hagyott nyomokat. Aha. És beszkennelik az applikáció
segítségével a nyomot, az pedig nagy valószínűséggel megmondja, hogy milyen állat járhatott ott. Erről adatokat, tényeket, képeket, videókat nézhetünk. De ugyanakkor a természetfilmeink is elérhetőek a Film Dzsungel Stúdió csatornáján keresztül. Azt tudni kell a Norbiról, hogy ő egyébként egy díjnyertes filmes, bocsánat, ugye? Jól tudom? Igen, igen. De sokkal hangosabban, nem ilyen szerényen. Hát a nyerték 2 éve indiakat. Így van. Ugye a kis rövidfilmjeiddel. Tegyük már próbára ezt az appot, mit szólsz? Jó, rendben. Most hát azt kéne, hogy letöltsétek a QR kód alapján. Jó. Nekem és le akkor... van töltve az applikáció. És akkor ugye rájövünk erre. Egészen közel kéne, egészen hogy kitöltse a képet. Úgy. Ja, hogy egyre, nem duplázunk, oké? Okay. És rámegyünk az indításra, elkezdi beszkennelni, én izgulok. De európai bőlény! Threshold 2021. Threshold, mint személy? Átnéz művészet? Így van. Őrülök. És ha ezt a kettőt összetesszük... Akkor születik a... Trash art. Így van. Szerintetek micsoda? Hát szemétből művészet? Igen. Így van. Ahogy egy kicsit bővebben is. Hogy... Szobrászat. Így van. Szobor installációkkal készültünk idén. Itt vagyunk az egyik helyszínén, a Trash artnak. És idén közel 40 szobor installációt láthatnak az ide látogatók. Megfordulunk már végre? Forduljunk. Igen, jó. Akkor játszunk egyet. Játszunk. Jó, megfordulunk, és el fogok számolni 5-ig. Lesz 5 másodpercetek arra, hogy kiválasztottak az általatok legkedvesebb szobrot. Aztán megbeszéljük, hogy mikor. Nem. Ha elbírod, miért? Ha elbírod. Okay. Akkor fordulunk? Forduljunk meg. Jó, fordul. 5, 4, 3, 2, 1. Hajrá! Kíváncsi vagyok. Hamar döntöttek a srácok. Robi, Ricsi, Robi, nézzük meg! Jó választás! Jó az! Hát ez nekem nagyon tetszik. Tetszik? Nagyon. És miért ez a szobor? Gondolkodtam, ott volt ez a fűrozmár, vagy nem is tudom miből van, meg műfű. Ez a műfűrozmár, meg ez a hatalmas bika. Ez két dolog, hát én is egy nagy állat vagyok, ez is egy nagy állat. És egyszerűen kíváncsi vagyok, hogy ez micsoda, ilyen guminak tűnik, de érdekel, hogy ez miből van. Jó, akkor mesélek neked egy kicsit a történetéről. Valóban jól látod, ez gumi abroncsból készült. Demeter László nevét meg kell, hogy említsem, és az itt látható szobrok közül 12 szobrot hozott el nekünk Gödöllőre. Itt látjuk ezt a hatalmas nagy torrádort. Ez az enyém, bocsom. De most tényleg? Nem ért cserélni. Ekkora érítség van? Igen. És egyébként a gumi azért jó, mert azzal tényleg nem lehet semmit csinálni, nem? Nem tehát, tudsz. Tehát ez tényleg, ez már az. László is úgy döntött, hogy valahogy adjon egy új életet ezeknek a gumiabroncsoknak, és nekem tetszik. Nekem is nagyon tetszik. Nagyon. Na menjünk, nézzük meg a tiédet. A dodó madarad? A dodó madarad. Erről a szoborról azt kell tudni, hogy van nekünk egy visszatérő alkotócsoportunk, az Aszta Keservit Értékkör Egyesület. A dunaföldvári srácokból áll, fantasztikus, jókedvű srácok, akiknek az a hivatásuk, hogy a civil munkájuk mellett Dunaföldváron létrehozzanak ifjaknak természetvédelem, környezetvédelemmel kapcsolatos bázist. Mindenféle hulladékból, hogyha közelebb jöttök, itt is megtalálható amúgy a gumiabroncs, ugye? Igen. Ezekre mit gondoltok, hogy ez micsoda egy első ránézésre? Ti fiúk vagytok, úgyhogy elvileg kéne tudni. Én műanyagot mondanék. Ez így van, műanyag, de mi? Tehát... Vagy ezen túl, hogy műanyag, fogalmaz. Igen, igen. Emlékeztem. Műanyag, fém, van benne lavor, van benne. Lavor. Nézd, itt lehet egy kis márkajelzést. Ja, az egy német autó. Igen, kaszni. Igen. A hatat az ilyen autóalkatrészek, mindenféle háztartási hulladék? Abszolút, és ha megnézed, ott pedig a személynél egy PET palacnak a kupakja figyel. Ricsinek ez a kék vércsevédelmi program a mániája, mert megint ott van a tábla előtt, mert az előbb bepróbálkozott, most elhozom. Ricsikém, gyere már akkor. De, ugye, de, ott van a Madártani Egyesület, tudom, ő biztos tudna. De itt helyben vagyunk, hiszen helyben tudnak. Vagyunk, igen. Szia Tibor! Hello. Na
Mennyire lehet érzékenyíteni erre a gyerekeket, vagy ez születésünktől fogva alapvetően bennünk van, és vagy elveszítjük, ahogy felnőtté válunk, vagy pedig nem? Ez egy érdekes dolog. Igen, gyerekeket fogunk meg, gyerekeket próbálunk megfogni ilyen témákkal, illetve a környezetnevelésnek ez a lényege, hogy gyerekfejjel próbáljuk egyébként úgy megmutatni nekik a természeti szépségeket elsősorban, és akkor hú, hirtelen azokra azért valamilyen olyan jelentős veszély leselkedik, ami hozzánk kapcsolódik, tehát ő hozzá is fog kapcsolódni, meg mindenkihez. Szerintem megmarad. Én ezért szoktam mindenkinek javasolni, táboroztatunk kisgyereket, meg sarközpontban azért vannak táborok, hogy ne legyetek természetvédők. Azért ne legyetek természetvédők, hanem legyetek befolyásos emberek, legyetek bármilyen... Változtassátok meg a törvényt, a közgondolkodást, nem, azt nem mondok gyereknek, mert fogalma sem lesz, hogy miről beszélek, igen. Hanem az, hogy legyetek valami olyan szakmába, amivel ténylegesen nyilván építitek a társadalmunkat, stb. De gondoljatok vissza arra, hogy itt a táborba, ha valaki lebetonoz egy valamit, akkor azt lehet úgy is csinálni, hogy nem betonnal oldod meg, és akkor megmarad. Vagy valamit neked tervezni kell, mert te mérnök lettél, akkor te olyan szemmel tervez már, hogy valaha hallottál arról, hogy létezik az, hogy természet, létezik az, hogy ökológiai rendszer, és hogy abban te akkor ott tudsz segíteni sokkal többet, mint hogy kiállsz, és akkor próbálsz olyanokkal, akik nem értik meg, hogy miről beszélgetünk. Fődíj? Kettő fődíj, mi? Hát... Ismerünk valakit a zsűriből, mi? Ugye? Mindenféleképpen. Ugye? Erről van szó, ugye? Csak is. Mióta fotózol? Hát ilyen 6 éves korom óta. Elején buszok, vonatok, aztán olyan 11 éves korom óta természet. De... Meg tudod fogalmazni, hogy miért? Hogy nem Xboxozol, PlayStation-ezve 0-24-ben otthon, hanem kimész és saras leszel az erdőben. Ez egy jó kérdés. Szerintem édesapámat láttam, hogy fotózott, és ez jött alapból, hogy akkor én is fotózok. Hát ez egy szülői példa, hát alapból. Akkor működött. Engedd meg, hogy gratuláljunk a díjakhoz, mind a kettőhöz. Köszönöm szépen. Ezt látod, én nagyon kész vagyok ettől a képtől. Ez mennyire hihetetlenül gyönyörű. Egyébként ilyet még én nem nagyon láttam. De mit, hogy fordítva van? Nem, nézzük ezt a tömeget, ez elképesztő. Jó, gyönyörű. Ezt megszámoljuk? Hány elemér lehet? Számolj meg, Ricsike. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jó, szerintem elég lesz. Inkább beszéljünk a fotós, mert ott ül. Imre! Hello! Sziasztok! Gyere már egy percet, segíts nekünk, kérlek. Igyekszem. Figyelj, hány denevér van a képen? Megszámoltam egyszer, itt szerintem 150-valahány denevért láthatunk a fotó. 150-valahány denevér? De amit nem számoltam meg, a lényeg az, hogy ez egy 2500-as szülőkolóniának egy pici részlete. Ezek közönséges denevéreknek, hegyesorú denevéreknek egy ilyen tömött masszája, szülőkolónia, úgy mondják a szakemberek, és annak egy kicsi részlete látható itt a fotón. És ez most egészen pontosan a varázslatos Magyarország. Mondj egy dolgot, ami miatt tényleg varázslatos Magyarország. A Zempléni hegység. Hazabeszélsz. Bizony. Esztert látod valahol? Nem. Eszter! Szia! Minden vagytok mások, mint az eddig három. Ez egy nagyon nehéz kérdés, megleptetek ezzel. Inkább abban tudnék válaszolni, miben vagyunk hasonlóak, de nyilván különbözőségeket is lehet találni. A hasonló pont az az, hogy nekünk is van ember a természetben pályázati kategóriánk, de ez egy pici része az egész szeletnek. Mi leginkább Magyarországon készült képeket mutatunk be, és leginkább olyan természetfotókat, amin csak állatok, növények, illetve természeti jelenetek láthatóak. Antal. Van egy osztrák természetfilmes cég, ami talán lehetséges, hogy a világon az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb. Ugye? A legnagyobb, mondjuk ki, a legnagyobb. Ugye ezért fontos kérdés, itt vagyunk egy természetfilmfesztiválon, látsz filmeket. Nagyon szeretem ezt a narratívot, ami szerintem Kelet-Európa és Közép-Európának egy nagyon nagy erőssége. Komolyan mondom, hogy
hogy egyszerűen még az a narratív, amit úgy szeretek, ami még elmesél egy történetet, az itt nagyon-nagyon megvan, ami nálunk egy picit már elvizesedett. Gratulálunk, bejövünk mi is, engedd meg, hogy gratuláljunk. Gratulálom. Mi is gratulálunk, mi mindkét oldalról szeretnénk gratulálni. Miről szól egy mondatban a film? Össze lehet foglalni egy mondatban? Az erdők életközösségéről szól. Uh-huh. Tehát, hogy az erdő nem csak fák halmaza, hanem úgy kell elképzelni, én úgy képzelem el, mint egy ezer lábot, és hát minden láb egy külön kis élőlény, és mindegyiknek megvan a szerepe és a helye az erdőtársadalom. És csak belföldön forgattál ehhez? Igen, belföldön forgattam. Ez volt a legfontosabb következő projekt, amit megsúgsz nekünk? Nem súgom meg, de van. De nem súgod meg, ne csináld! Kérlek, legalább csepegtessél egy infót, vagy kettőt. Mi a kövi projekt? Szeretném ezt folytatni, csak egy kicsit konkrétabban az élőlényekkel szeretnék foglalkozni. Második alkalommal már keresztetődő két bolygója. A Veszélyben Nemzetközi és Kárpát-medencei gratulálom, mondanám, hogy fogjunk kezet, csak melyik kezeddel? Gratulálom. Mert hogy itt vannak mindenféle díjak, acsi. Jaj, de... Köszönöm szépen. Engedd meg, hogy gratuláljunk. Mit nyertél pontosan, te tudod? Azt tudom, hogy nyertem egy M5 külön díjat, igen? Utána azt gondoltam, hogy hát ma már nem nyerek semmit, aztán megnyertem a fődíjat! Igen! Ez egy baszi nagy megtiszteltetés, azért, mert tulajdonképpen csak 3 éve filmezek, és végül is most mind a 3 évben kaptam egy díjat, nem is egyet, és... És a 3 év alatt eljutottál a fődíjig? Igen. Egy mondatban foglald nekünk össze, kérlek, hogy az, amiért most kaptad a díjat, ez melyik film, és mi a sztoria, így röviden, kérlek. Ez a Tisza nevében című film. Ezt a filmet azért készítettem, mert régóta próbálok tenni a Tisza szennyezése, szennyezettsége ellen, hogy próbáljam felvilágosítani az embereket, hogy mit teszünk ezzel a folyóval, ezzel a gyönyörű folyóval, ami mellett én fel is nőttem. Vége gondolatként akkor jövőre ugyanitt? Hát én azt gondolom, hogy ha már volt 7 sikeres rendezvény, akkor legyen egy 8. is, sőt, érjük meg a 10. Jó egészségben mindannyian. Köszönjük. Köszönjük szépen. Hajrá. Jó munkát. Mindenkinek köszönjük szépen. Jó munkát. Köszönjük. Minden jót. Nagyon köszönjük. Szépen. Sziasztok. Köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Yes. Megvagyunk.